Nagy üzen van az atlétáknál, megkezdődött a fedett pályás idény. Az atlétikai centrum szállodája megtelt, egymás után érkeznek Nyíregyházára az edzőtáborozó sportolók. Szikszai Robert diszkoszvető is itt készült, most viszont Dél-Afrikába repültek, ahol kerekes durával együtt dolgozhatnak. Mindketten esélyesek arra, hogy ott legyenek a nyári budapesti világbajnokságon. Egy ilyen lehetőség, tehát egy ember értében egyszer adódik, és szeretnénk is kihasználni és mindent ennek rendelünk alá. Helebrant Máté szeretne indulni a vb n a gyalogló Portugáliába utazott edzőtáborba, majd hazatérve a Dudincei versenyen szeretne jó eredményt elérni. Tóth Balázs súlylökő a hétvégén indult a Nyíregyházi fedettpályás versenyen, és második lett. Ő szeretné megvédeni a magyar bajnoki címét. Tavaly hazai szurkolók előtt lett aranyérmes. Egy nagyon emlékezetes pillanat volt, egy, egy teltházas ö magyar bajnokság hazai pályán egy, egy fantasztikus élmény volt igazából felejthetetlen számomra. Remélem hasonló, hasonló lesz az ide is. A sportoló technikáján sokat csiszoltak az elmúlt hónapokban, és fizikálisan is erősödött. Amennyiben 19 méter fölötti eredménnyel sikerül kezdenie az évet, nemzetközi versenyekre is utazhat. Nagy motivációt jelent számára, hogy olyan sportolóval készülhet együtt az atlétikai centrumban, mint Márton Anita, aki már VB-n és olimpián is dobogóra állhatott. Szombaton újabb fedett pályás versenyt rendeznek majd az atlétikai centrumban.